Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, jövő héten ünnepeljük nagy hetet, és erőteljesen Jézus Krisztus szenvedése kerül legalábbis nagycsütörtök, nagypénteken a középpontba. Ezért most nem egy, hanem röviden két olyan szerzetes rendet ismertetek, amelyek kapcsolatosak Jézus Krisztus szenvedésének az emlékezetével, és annak kapcsán hát maguk is a szenvedő emberrel foglalkoznak. A kamiliánusok, illetve a passzionistákról volna szó, kevésbé ismertek Magyarországon, de azért tudunk róluk, főként a kamiliánusokról, hiszen Magyarországon, Nyíregyházán van nekik rendházuk. Mindkettő rendalapítónak az élete. Hát eléggé érdekes, hogy vezeti az Isten az embert az útján, mert hát Leliszi Szent Kamil az 1550-ben született és 1614-ben halt meg. Az első 25 évét, ha valaki figyelembe venné, akkor mindenre gondolhatott volna, csak arra nem, hogy valami jámbor szerzetessé válik, sőt szentté avatják, azt végképp nem gondolta volna, hiszen kalandor is volt, katona is volt, a zsoldot elkártyázta, szóval minden olyasmit, amit a ilyen kalandor élettel összeköttetésbe lehet hozni, azt ő elkövetett. De kapott egy súlyos sebesülést, és hát ez kezdte őt észhez téríteni. Jelentkezett kapucinusnak, oda nem vették föl, de aztán úgy gondolta, hogy hát akkor ő maga fog majd betegekkel foglalkozni. Amíg kórházban volt, hát ilyen kezdetleges ispotályban, nem csak a maga betegségével foglalkozott, hanem a betegekkel is, igen áldozatosan ápolta őket. És hát ekkor jött a gondolata, hogy ő kifejezetten betegápoló rendet fog alapítani. Ilyen volt az egyház történetében, vagy 30, vagy van a mostani ismereteink szerint, de ők hát ehhez a nagyon nehéz helyzetből, hogy valaki súlyos betegségben szenved, és mégsem a maga betegségével van elfoglalva, hanem gondol a betegekre, ilyen alapítású kevés van. Na most, hát 1550-ben született, és hát 82-re tehető időben az ő megtérése, illetve a betegekkel való foglalatoskodása, és 14. Gergely pápa 1591-ben elfogadta a rendjét, nagyjából az ágostonos szabályzat alapján, de annak van egy kiegészítője, hogy a betegekkel foglalkoznak. És hát ők olyan rend voltak, amelyek közvetlenül a pápa alá voltak rendelve, exemptek, ezt így mondják, tehát a helyi püspöknek nincs beleszólás az ő életükbe. Az ő ruhájuk aztán egy fekete reverenda volt, s rajta egy nagy piros kereszt. Mind a mai napig ilyen öltözékben járnak. És hát innét van a vörös kereszt is, ezt kevesen tudják. Tudnélik, ők nagyon sokat a beteg katonákat ápolták, miután ugye maga Leliszi Szent Kamil is ilyen katonai harcokban, kalandorságokban szerezte a sebesülést. Ők is, az ő rendtagjaik, hát a beteg katonákat gyógyították. Itt voltak például a török hódoltság idején lévő harcokban is, Esztergom ostrománál. Tudjuk, hogy 8 kamiliánus, úgyis Leliszi Szent Kamilról lettek ők elnevezve, bár a teljes nevük, hogy betegeket ápoló
szolgáló rend, és hát így volt ez, hogy a Solferino-i csatában, ahol át lehetne azt mondani, hogy megpecsételődött az osztrák császárság, a poroszok jól elverték őket, magyar katonák is harcoltak abban az ütközetben. Solferino-i csatában kegyetlen sok sebesült volt. És hát ezek a tűzfegyverek, meg mindenféle szúróvágó eszközök óriási nagy szenvedést okoztak a katonáknak, és ezek a kamiliánusok ott segítkeztek, és hát ott volt ez a Jean-Henri Dunant, a Vöröskereszt megalapítója, aki elhatározta, hogy világszervezetté teszi azt a betegápolást, ami éppen a elesett katonának, a fogolynak, a kiszolgáltatott embernek a segítésére való, és hát valamiféle emberi jogokat mindenkinek, még az ellenségnek is meg kell adni. És hát a Vörös Kereszt innét van, hogy a kamiliánusok keresztjét látta Henri Dunant, és ezt tette a saját jelvényévé. Szent Kamilnak az volt a elgondolása, hogy Krisztust követi, aki együttérzett minden szenvedővel, és baráti kapcsolatot akar kialakítani a betegekkel. Azokat nem csak testileg, hanem lelkileg is ápolja. És hát a szerzetes rendje igen elterjedt lett, főként a déli európai részeken, de amit említettem, Magyarországra is jutott belőlük. Ugye a szenvedés a legnagyobb kérdőjelek egyike, hogy miért engedi meg az Isten, másrészt, hogy milyenek az értelme, hogyan kell a szenvedést keresztény életformában elviselni és elfogadni. A kamiliánus rendnek van egy olyan tagja, aki talán egynegyed magyar származású, Burgenlandban született bizonyos Anton Gocs atya, én még találkoztam vele, nem tudom, hogy éle még, mert elméletileg élhet, aki hát ennek a rendnek a tagja volt, és egy súlyos betegségbe esett, és ennek a betegségnek az elmékedéseiből, élményeiből született egy könyve, Igen Uram. Vagy 30 valamennyi éve ezelőtt jelent meg, nagyon sok kiadást megírt, én magam is olvastam még abban az időben, 80-as években, és hát most vettem elő a hittanóra miatt, és visszaemlékeztem rá, hogy olyan mélyen és olyan elgondolkodtató módon, és ugyanakkor a kétségekkel is őszintén szembenézve foglalkozott magával a betegséggel. Kiindul abból, hogy az ő naptára is tele volt mindenféle programmal, mint általában a mai emberé, hogy egyik program váltotta a másikat, és hirtelen jött a betegség, és kezdődött azzal, hogy az összeset le kellett mondani. És akkor, amikor hát beteg lett, akkor egy új sínre került az élete, az idő, az élet fölfogása, a mindene megváltozott, akkor, amikor hát a súlyos betegségből még reményeső volt elejében, hogy kigyógyuljon. És hát egymás után tette föl magának a kérdéseket, illetve hát próbálta elviselni azt a fizikai fájdalmakkal járó betegséget is, amibe beleesett. És hát ebből a könyvből egy ilyen hitvallását olvasnám föl. Ez egy imádság, az a címe, hogy Hiszek, és ő nem mások számára írta, hanem magának írta, hogy is fogja föl ő a szenvedését.
enyém vagy, ne félj, neveden szólítalak, tenyerembe írtalak, nálad vagyok. Ugye ez Ozéjás próféta jövendölése. Ezekből a szavakba kapaszkodom, hiszek. Ezekből a szavakból élek. Belőlük viselem el életemet. Híd ez nekem a szakadék fölött. Kötél a meredélyen, útjelző a sötétben. Fájdalmaim vannak, kínokat szenvedek. De hiszem, hogy ő jelen van. Hogy most az ő keresztjét hordozom. Lenyom, nyögök, fölsikoltok, de hiszek. Hiszem, hogy tenyerébe írt, hogy itt van nálam. Hiszek azzal együtt, hogy türelmetlen vagyok, ingerült, elviselhetetlen mások iránt, csüggeteg, nyögdícselő és síránkozó. Hiszek, bár nem tudok már aludni. Bár jövőmet nem ismerem. Bár fájdalmaim egyre elviselhetetlenebbekké válnak. Bár az orvosságok már nem hatnak. Bár napról napra kevesebb marad belőlem. Hiszem, hogy ő közel van hozzám. Hiszek, bár teljesen egyedül vagyok, és senki sem tud segíteni rajtam. Bár kézről kézre adnak, ajtóról ajtóra küldenek, bár helytelen kezelés áldozata vagyok, bár túlérzékenynek, szimulánsnak tartanak. Hiszem, hogy ő még most is nálam van. Hiszek, bár az enyém most egyedül vannak, tanástalanabbul, mint én, nagyobb veszélyben, mint én, kevesebb gondozással, mint én. Hiszem, hogy ő ott van velük is. Hiszek akkor is, ha elvisz innen. Ha holnap nincs már rám szüksége. Ha holnap után félreállít, leléptet, életem óráját megállítja. Hiszem, hogy ő akkor is ő vesz magához. Hiszen ismer, tenyerébe vagyok írva. Nem félek. Igazán nem. Ha nem tudnék hinni, mit is kellene most tennem? Hadakoznék Istennel. Vádolnám őt. Elátkoznám az életemet. Ilyen kérdésekkel kínoznám magam. Miért? Mi végre? Meddig még? Vádolnom kellene embertársaimat. Kemény szívű és neheztelő lennék. Talán véget kellene vetnem az életemnek. De mindettől meg vagyok kímélve, mert hiszek. Tudok hinni, szabad hinnem. Mert hiszek, szabad lehetek belül. Hidegvérrel nézhetek minden egyes nap elé. Napirendre tudok térni a fölismert igazságtalanság fölött is. Sőt, még örülni is tudok ennek az életnek, ennek a betegségnek, fájdalmaimnak, a holnapi halálnak, mindenre szeretettel igen tudok mondani. És nem szeretném, hogy másként legyen, mint ahogy van. Mert hiszek, nem kell aggódnom, és nem kell félnem. A félelem kint okoz. A szeretetben nincs félelem, írja a János levelében. A beléje vetett hitből származó szeretetben. A hitben minden nap ezerszer győzök. Tudok hinni, szabad hinnem, hála érte. Egy hívő embernek a betegségében megfogalmazott imája. És ez való igaz, hogy így van, hogy a hívő bár ugyanúgy szenved, sokszor kétségei vannak, azonban valahogy mégis más számára a betegség, a halál gondolata, mint annak, aki úgy él, hogy nem hisz Istenben, vagy az élet értelmetlenségét vallja a betegségben. Bár az is igaz, hogy a betegség is sokakat
észhez térít. Hát éppen Leliszi Szent Kamil példája mutatta azt, hogy egy ilyen kalandor, semmitérő életből megtért, és elkezdte a maga nyomora mellett mások betegségét gyógyítgatni és segíteni rajtuk. Ebben a Igen Uram könyvben van benne, hogy mennek hozzá a látogatók, ki ezt mond, ki azt mond, vigasztalják őt, érdekes az egész betegségének a földolgozása. És az egyik látogató azt mondja neki, hogy te nem is tudod, hogy milyen embereket indított imádságra te betegséged. Olyanokat, akik évek óta nem imádkoztak, de miután ismernek, szeretnek, megtudták, hogy beteg vagy, akkor megmondták, hogy imádkoznak érted. Szóval ez kettős, mert olyan is, aki nem szokott imádkozni, és maga betegségbe esik, ha más nem, egy jaj Istenem formájába könyörög, de olyan is, aki nem beteg, de van valami közeli hozzátartozója, vagy akit szeret, akkor azért imádkozik. És azt mondja Anton Gocs, hogy hát már akkor ezzel is sokat elértem, hogy ilyen nem hívő embereket indítottam az imádságra. Hát ugye így volt Boldog Batthyány Stathmann László is, hogy ő maga, aki nagyon sok szembeteget gyógyított, végül is súlyos rákos betegséggel ment el 60 éves korába, és a sok szenvedésben is tartotta magát, nem lázadozott, hanem megpróbált keresztény módon betegséget elviselni. Az egyik ilyen nem hívő kollégája ott tért meg az ő beteg ágyánál, hogy látta Batthyány Stathmann Lászlónak a viselkedését, hogy hogy viselte el a szenvedést, és a nem hívő orvos kolléga hitre jutott. Tehát az értelem keresésénél ez is lehet egy szempont, amikor a betegségre gondolunk, bár mondom, azt könnyedén nem lehet megválaszolni, nem tartozik olyan események közé a nagyon súlyos betegség, amire minden esetben volna könnyed válaszunk. Hiszen maga Jézus Krisztus is a Getsemáni kertben a ráváró szenvedés közepette vérrel verítékezik, és azt kéri, ha lehetséges, múljon el tőle a szenvedésnek a kelyhe. És hát persze benne volt a halál tudat is Jézus Krisztusban. Tehát mondjuk a szenvedés megoldása, földolgozása az a hívőnek se könnyű. Nem úgy vagyunk vele, hogy mi aztán, hát miután hiszünk, meg vagyunk kímélve sok mindentől, nem így van, hanem megpróbáljuk nagy alázattal elfogadni a betegséget is, erőt kérni az Istentől a betegség elviselésére. Egyébként a kamiliánusoknak van női rendje is, az a 19. század óta van, Leliszi Szent Kamil nyomán. Mi több, vannak kamiliánus családok, tehát olyan családok, amelyek hát a betegek látogatására, a betegeknek a gyógyítására is figyelmet fordítanak, nem csak a saját rokonaik vagy közeli hozzátartozóik, hanem mások esetében is. Van itt a városban is olyan, hát nevesíthetem is, hát a Mészáros Márta, aki nagy szorgalommal és nagy áldozattal látogatja a betegeket, a nem közvetlen hozzátartozóit is. Tehát itt van a betegségnek egy, hogy is mondjam, szeretetet kiváltó oldala. Nem véletlen, hogy a irgalmasság testi cselekedetei között
felsorolja a keresztény morál és a keresztény lelkiség, de hát maga Jézus az utolsó ítéletről szóló beszédben mondja, hogy beteg voltam és meglátogattatok, és ezért a kezdet kezdetétől az egyházban már a diákonusok, később az egyházatyák korában is külön alakultak olyan egyesületek a diákonusok mellett, valószínűleg olyan asszonyoknak a közössége is, akik a betegekkel foglalkoztak, a Niciai zsinat 325-ben, amikor fölszabadult a kereszténység az üldözés alól, akkor egyik törvény határozatában hozta, hogy a püspöki szék helyeken legyen ispotály, legyen kórház, hát persze mindig azon a szinten, amelyik szinten volt az orvostudomány, és ennél fogva ez gyakorlattá is vált, és hát maguk a szerzetes rendek kezdve Szent Benedek rendjétől a kolostorokban nem csak az ő betegeiknek, hanem a környékbeli betegek számára is ilyen vendégházat, hospitált, magyar így mondja, ispotályt, ahol gyógyítottak, alakítottak ki. Hát mi tudjuk azt, hogy Csák Ugrin, az a kalocsai érsek, aki elesett a Múhi csatába, egyébként most van neki az évfordulója, így márciusban volt, 1242-ben, halála előtt 3 évvel Bácson, a mai szerbiai településen, kórházat alapított. Ezt még a szerbek is elismerik. Ki van írva, én magam láttam a kolostorra, hogy 1239-ben kalocsai érsek ispotályt, kórházat alapított. És hát nem különben, itt a kalocsai Szentkereszt kórházat is, annak alapjait a kalocsai érsekség vetette meg, mert ugye éppen ebből kiindulva, hogy a betegek ápolása, a gyógyítás az a legkeresztényibb feladatok közé tartozik. És hát ennek egyik ilyen leágazása a kamiliánusoknak a rendje, amely Magyarországon is van, és hát a világ több részén, nagy piros keresztel a reverendájukon. Az igazi teljes nevük őnekik, hogy betegeket szolgáló, szabályozott papok rendje, latinul Ordo Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis. De hát mindenki a Lelisint Szent Kamilról nevezte őket kamiliánusnak, de szokták őket a jó halál atyáinak is nevezni. Ettől úgy meg szoktak ijedni nem hívő emberek, amikor ilyeneket mondunk, hogy hát a jó halálra gondolnak, jaj, hagyjuk azt, ne is emlegessük, hát megdöbbennének, hogyha tudnák, hogy minden esti imádság most már nem csak a papok számára közelíthető meg, mert magyar nyelven van, szerzetesek is imádkozzák, így fejeződik be, hogy nyugodalmas jó éjszakát, s a boldog, a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Úr. Ugye? Az embereknek a jó halál valószínű, hogy abban áll, hogy elalszunk, azt nem kelünk föl. Biztos, hogy ez is egy áldás és kegyelem lehet, de mi a jó halált azon értjük, hogy fölkészülünk. Mert lehet, hogy egy gyilkos is elalszik, azt nem ébred föl, de hát a lelki ismerete az ki tudja, hogy milyen állapotban van. Tehát mi ezt értjük a jó halálon, bár hát kérhetjük azt, hogy a szenvedésektől amennyire lehet mentsen meg bennünket az Isten. Ők voltak a kamiliánusok, meg kell emlékeznünk a passzionistákról. Hát abban is benne van, mi a passzión, azt szoktuk érteni, hogy valami úri passziója van valakinek, ugye, mert vadászik, vagy mit tudom én, golfozik, ez az úri passziója. Csak hogy a szenvedély és a szenvedés egy gyökerű a passzió szóban, ezért hívják őket passzionistáknak,
mert Jézus Krisztus szenvedéséről sokat emlékeznek, Jézus Kriszti passió, ez van az ő jelvényük fölé írva. Amíg a kamiliánusoknak a ruháján egy nagy piros kereszt van, addig a passzionistáknak egy szív, kereszt és egy lángolás, tehát hasonlít a kettő, de ők nem a betegekből indultak ki először, hanem Jézus Krisztus szenvedéséből, és onnét mentek vissza a betegekhöz. A kamil az onnét, hogy a lába súlyos beteg volt, az vitte őt abba az irányba, de a passzionistákat pedig a Jézus Krisztus szenvedéséről való elmékedés. Volt egy bizonyos Danai Pál, ferences, ez egy olasz földön élő ember volt, aki hát nem papnak készült, hanem kereskedőnek. A családja is egy ilyen jó menő kereskedő család volt, de ez a később keresztes Szent Pálnak hívott ember egy prédikáció hatására megindult. Tehát azért nem minden prédikáció olyan, hogy farahány borsóhoz hasonlít, hanem valamikor megfordít embereket. Ezért mondja Pirinszki, hogy a legnagyobb dráma a misén történik. De ugye a színházban a drámai műveknél nagy apparátussal próbálnak valami katarzist kiváltani az emberekből, de azt mondja Pirinszki, a Szent Mise a legnagyobb dráma. Mert egyrészt ott van Jézus Krisztus, ezt mondja, ez az én testem, mely értetek adatik vérem, mely kiontatik, jelenbe hozódik a világtörténelem nagy drámája, és ugyanakkor emberi drámák is lehetnek, mert mondjuk egy prédikáció hatására, vagy a Szent Mise liturgiájának hatására valaki az életét egészen másként folytatja. Na hát, ilyen volt ez a Danai Pál Ferenc is, aki meghallotta a prédikációt, és elhatározta, hogy ő pedig egy olyan csapatot verbúvál, amelyik Krisztus szenvedéséről sokat elmékedik, és ezért a betegeknek a szolgálatára áll. Ő később élt, ugye 1694-től 1775-ig, tehát akkori korban igen hosszú életnek mondható életet élt, és 20 éves fiatal ember volt, amikor ez a megtérés bekövetkezett nála, és társakat gyűjtött, és hát a hármas fogadalom mellé oda tette, hogy elmékedjünk Jézus Krisztus szenvedéséről, és abból merítsünk erőt. Ja, nagy pedagógiai ereje van annak, hogyha valaki lát egy példát. És ezért már a középkorban Suzó Henrik, ez egy misztikus volt, azt mondta, hogy tanulj meg Krisztus módján szenvedni. Kikerülhetetlen számodra a szenvedés. Nem tudod kikerülni. De ha már van, akkor próbálj meg Krisztus módján szenvedni. És azt mondja a keresztes Szent Pál, akit hát így hívtak később, mert a Szent Keresztről sokat elmékedett, 19. század közepén avatták szenté, hogy elmékedjünk Krisztus szenvedéséről. És a népszónokok, vagy a népmissziókban erről beszéltek, ugye? Mostanság, az utóbbi évtizedekben nagyon sok film feldolgozta Jézus Krisztus szenvedését, több-kevesebb sikerrel, mert volt, amelyik annyira elment a fizikai szenvedésnek a fölkorbácsolásába, passió film is, hogy egyszerűen kétségbe vonja az ember, hogy ennyi fizikai szenvedést elbír egy ember. Másrészt Jézus Krisztusnak a szenvedését nem az tette értékessé, hogy nagyon nagy fizikai fájdalmakat állt ki, mert én el tudom képzelni, hogy még agyafurtabban is lehetett volna kínozni. Jézus Krisztus szenvedésének nem ez az igazi értéke, hanem a lelkület.
hogy milyen lelkülettel viselte el. És hát a Jézus Krisztus szenvedése az nem életének a célja volt. Tehát nem azért jött a földre, nem azért lett emberré, Isten létére, hogy szenvedjen, akkor mazohista lett volna, ha ez lett volna a célja, mint ugye Indiában vannak olyan fakírok, hogy mindenféle módon kínozzák magukat. Az ő célja, hogy Isten akaratáról tegyen tanúságot, az Isten szeretetéről. De abban, mint eszköz, hát ott van a szenvedés is. Kikerülhetetlen. És az a lelkület, ahogy ő elviselte, az vált példává. És ezért mondja keresztes Szent Pál, hogy ezt a lelkületet kell megkeresni, mert a lelkületben mássá válik az embernek az élete is, maga a szenvedése is. Ő előtte ott voltak a nagy misztikusok, akik igen sokat elmélkedtek Krisztus szenvedéséről. Hát elég, hogyha keresztes Szent Jánosra gondolok, vagy avilai Szent Terézre, akik hát a középkor misztikusai voltak, és nagyon mélyen és elgondolkodtató módon írtak Krisztus szenvedéséről, és hát ő ebben a szellemben prédikált keresztes Szent Pál is. Ugye van az a Szent Pál, akinek megtérését szoktuk ünnepelni januárban, és van ő, a keresztes Szent Pál, aki hát csak a 18. században élt, jóval később, mint Szent Pál apostol. Most keresztes Szent Pálnál a szenvedésről való elmélkedés arra inspirálta őt, hogy segítsen a betegeken. És hát ők is fölvállaltak kórházat, ott gondozták a betegeket, illetve ebben a lelkületben terjedtek el többfelé a világon. Az ő ünnepe egyébként korábban áprilisban volt, a zsinati reform után október 19-ére tették. Az ő nyomán aztán még voltak ilyen misztikus emberek, gondolok itt a zsidó származású Edith Steinre is, karmelita apácára, aki filozófus nőből lett szerzetes, ő is egy könyvet írt, a Kereszt tudománya címmel. Mert a szenvedés az óriási dolog, amit nem könnyű megválaszolni. Egyébként az ateistáknak talán az egyetlen nagy érve, hogy ha jóságos az Isten, miért van szenvedés, még főként miért szenvednek az ártatlanok, miért szenvednek a gyerekek. Tehát erre nem könnyű, és talán nem is lehet igazi választ adni, hogy a Tolstojnál olvassuk, hogy megkérdezi a jobbágy, hogy hol volt az Isten, amikor a gróf kutyája széttépte a gyerekét. És akkor azt mondja a Starosz, hogy ott volt a széttépett gyerekben. Tehát valamiképpen Jézus Krisztus azonosítja magát minden szenvedővel. Keresztes Szent Pál is hát írt egy szabályzatot. Amíg leliszi Szent Kamil, az Szent Ágoston szabályzatot vette alapul, ő addig így kifejezetten a szenvedésre fókuszálva, mondják mai szóval, írta meg a szabályzatát. Én ebből olvasnák föl egy rövidke részletet. Azt mondja, hogy légy gyenge Krisztus kedvéért. Az ő szenvedése legyen mindig szívedben. Légy hű Isten akaratához. Engedd, hogy Isten meggyökerezzen benned. Krisztuson keresztül egész életed dicsérő himnusz lesz. Vigyázz és imádkozz. Szeresd testvéreidet Istenben. Szeresd Isten testvéredben.
osztozz másokkal szenvedésükben, örömükben, reményeikben. Legkedvesebb testvéreid legyenek a szegények. Minden teremtmény Istenhez vezethet. Alázattal, egyszerűen és békével jár Isten előtt. Remélj még akkor is, ha boldogtalanság vesz körül. Örömöd forrása, Isten örök boldogsága. Egyébként ez a rend, a passzionisták rendje Brazíliában elterjedt, és hát ott van a Santa Cruz, egy ilyen folyó, ezt ők adták, ezt a nevet, a Szent Kereszt nevet adták, a keresztes Szent Pál nevére utalva. Egyébként ők nem úgy teszik le a szerzetesi fogadalmaikat, mint a többi rend, hogy gyertyával a kezükben, vagy ünnepi ruhában, hanem kereszt van a vállukon, és hát egy ilyen tövis koronaszerűség, és úgy borulnak arcra, és úgy imádkoznak, mint egy hasonulva Jézus Krisztushoz, a keresztre feszítethez. És hát még egy idézet volna, ez egy ilyen misztikus idézet már keresztes Szent Páltól. Legjobb és legszentebb dolog, amikor az Úr kínszenvedését fontolgatjuk, arról elmélkedünk, mivel ezen az úton jutunk el az Úrral való szent egyesüléshez. Ebben a legszentebb iskolában tanuljuk meg az igazi bölcsességet. Itt tanulta ezt meg valamennyi szent. Amikor Jézus édes keresztje szívetekben mélyebbre ereszti gyökerét, így énekeljetek. Szenvedni és nem meghalni, vagy szenvedni, vagy meghalni, vagy még inkább se szenvedni, se meghalni, hanem tökéletesen Isten akaratához térni. A szeretet egyesítő erő, és magáévá teszi a mindenek fölötti szeretet jó gyötrelmeit. Egy misztikus írás, éppen a keresztből kiindulva. Egyébként a keresztnek a jele, a feszület, ezért nagyon jó, hogyha ott van a betegszobákban, ott van olyan helyeken, ahol az emberek szenvednek és rá tudnak tekinteni. Jacques Saint Isaacról tudjuk, ez egy francia származású misszionárius volt, hogy indiánok közé kerülve elfogták őt, és hát úgy ítélték őt súlyos börtönbüntetésre, hogy kikötötték egy fához, mint egy kutyát. Úgy valami kosztot kapott, de egy fához volt kikötve Észak-Amerikában, ott azon a részem, nappal nagyon nagy meleg, éjszaka elég hűvös hideg volt. És hát ők meg akarták valamiképpen bosszulni a fehér ember bűneit ezen a misszionáriuson. És a nem eszét veszítette. Hát el lehet képzelni, egy ember nem tud sehova menni, ki van kötve, mint egy állat. Sikerült neki a lábával két fadarabot úgy összerúgni, hogy ilyen kereszt formát tett ki. És ez mentette meg. Ezt nézte, erről elmékedett, és ezért nem bolondult meg, mert mindig rátekintett, és Jézus Krisztus keresztje, Jézus Krisztust, a szenvedőt juttatta eszébe, és ezért tudta elviselni a maga súlyos megpróbáltatását. És tudjuk a misszionáris életéből, hogy valahogy kiszabadították, hazakerült Franciaországba, és megírta az emlékiratait, hát ezeket is, hogy ő így vészelte át ezt a nagyon súlyos börtönét. Ha más ember úgy lenne vele, hogy hát jó, hogy átvészeltem, örülök, hogy kibírtam, van egy ilyen súlyos emlékem, de most már élem a napjaimat, amíg élek.
De nem, fogta magát, megint visszament missziósnak. De akkor már megölték. Tehát akkor már nem irgalmaztak és nem kegyelmeztek neki. De ő maga, Jacques Szent Izsák írta le, hogy őt a keresztnek a látása azt tudta megőrizni. Hát ezt a két rendet, amelyik a szenvedéssel foglalkozik, Krisztus szenvedésével, illetve a szenvedő ember gyógyításával, azért tartottam most időszerűnek, hiszen a jövő hét az erre emlékeztet bennünket, és ha valamikor, akkor most kell róluk néhány szót ejteni, hogy tudjunk a világegyháznak e két rendjéről, de említettem, több is van, amelyik a betegekkel foglalkozik. A betegségnek nagy, hogy is mondjam, kérdőjele mellett az emberi élet igazi értéke mutatkozik meg. Ugyanis, ha csak egészség lenne, mint ahogy a mai ember mondja, hogy fő az egészség, az a legfontosabb. Hát részben igaz, de hát hány olyan egészséges emberről tudunk, aki jó dolgába aztán hát mindent csinál, sőt néha még véget is vet az életének. A betegség az mindenképpen fejbe kólintja az embert, és igazi értékek értékelésére sarkalja. Tehát valamiképpen a gondviselésnek is lehet olyan eszköze, ami az ember számára megtérést hoz. És még egy másik kézzel fogható jó következménye lehet, aki már volt komoly betegségben, az másként áll a betegekhez. Mert addig, ameddig valakinek semmi baja nincs, még ha jó indulattal is viseltetik a betegekhez, azért mégse tudja úgy azt fölfogni. Jártam egy orvoshoz, olyan emberhez Budapesten, aki súlyos balesetet szenvedett és sebész volt. És érdekes volt látnom, hogy hogy veszíti el a türelmét, ő több műtéten ment keresztül, és azt mondta, ha én egyszer még innét kikerülök és újra gyógyítatok, még irgalmasabb, még jobb indulatú leszek a betegekhez. Eddig is igyekeztem az lenni, de most, hogy ilyen hosszú és súlyos betegségen átmentem, még inkább részvétel leszek és jó indulattal irányukba. Úgyhogy ezt egy orvos mondta, de ez mindegyikünkre érvényes, hogy aki már volt súlyos betegségben, az a betegekhez is másként áll. És a másként állás az azt jelenti, hogy jobb lélekkel, nagyobb megértéssel és segítőkészséggel. Hát ha így nézzük, akkor még emberi ésszel is, bár nagyon nehéz, valami értelmet tudunk adni a szenvedésnek. Fölfoghatatlan misztérium ugyanakkor, de hát valljuk azt a akklamációt, amit a régi keresztények mondtak, hogy Ave Crux Spes Unica, üdvözlégy Szent Kereszt, egyetlen reményünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, amen.